Kilökhették testvérei a fészekből azt a gólyafiókát, amelynek megmentésére azonnal a Dobó Katalin utcába siettek a vásárhelyi tűzoltók és a Démász munkatársai. Leesett, nem bírt felszállni, aztán, hogy nyitva volt a kapu, begyütt a kertbe. Hát utána itt tudták megfogni a tűzoltók, hogy vissza tudják tenni a helyére. A Démász egy rövid időre áramtalanította a környéket, míg a tűzoltók az idős asszony kertjében befogták a madarat, majd udarú segítségével emelkedtek a magasba, és visszatették a gólyafiókát a fészekbe. Mózes Katalin kertje mellett a gólyaszülők 3 éve építettek fészket, azóta minden évben visszajárnak, hogy itt költsék ki utódaikat. Ám a fészekből minden évben kipottyan egy-egy fióka. Tavaly is elpusztult egy példány, pedig az állatvédők rendszeresen járnak gyűrűzni, ellenőrizni a gólya családot. Azt kéne, hogy valami kosarat vagy valamit, hogy csináltatna az önkormányzat néki, hogy ne ilyen könnyen essen ki, mert tavaly is kiesett egy kicsi, az elpusztult, ez már nagyobb, de nem tud repülni még. A kis gólya megmentésére összesereg lett az utca népe, akik tapsai jutalmazták a megmentőket.